A debreceni közgyűlés július 22-én tartotta soron következő ülését. A képviselők foglalkoztak az Egyetem Sugárút és a Bethlen utca 2x2 sávosításával. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Az merült fel bennem, hogy a Kiskörút befejezésével azért egy elég nagy forgalom terelődhet át a Csemete utca irányába, és ez lehet, hogy nem teszi szükségessé ennek a 2x2 sávos útnak a kialakítását. Hiszen most is csak a kifelé menő forgalom az, ami igazán nagy dugókat tud okozni, a befelé jövő az azért nem jár ekkora problémával. Így úgy gondolom, hogy átgondolhatnánk azt, hogy szükség van egy ekkora kötelezettségvállalásra ennek az útnak a felújításához, szélesítéséhez, miközben nem tudjuk, hogy a Kiskörút befejezése után mekkora forgalom marad ezen az útszakaszon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát ez egy kérdés volt? Hozzászólás. Mert hogy nem tudom, hogy mennyi forgalma lesz ennek az útnak a Kiskörút befejezése után. Ez volt az záró mondata, ami nekem kérdésnek tűnt. Hát nézze, képviselő úr, egyrészt a program az jelentős részben útfelújítás. Nyilván a járdákkal, közvilágítási eszközökkel, és a vége a Bethlen utcai szakasznak a 2x2 sávosítása történne meg, úgyhogy megmaradjanak a parkolósávok. Olyan dinamikával növekszik a forgalom a városban, hogy meglehetősen furcsának tartom azt az ellenzéki felvetést, hogy adott esetben ne lenne szükség ennek az útszakasznak a fejlesztésére. Én másképp látom a dolgot. Én azt vizionálom, hogy folyamatosan lépést kell tartani a városvezetésnek a forgalom növekedésével a városban, megtalálni azokat a fejlesztési forrásokat és fejlesztési lehetőségeket, amelyek főleg a csúcsidőszakban jellemző forgalmi terhelést képes levezetni. A Bethlen utcai csomópont az most az egyik legterheltebb forgalmi csomópontja a városnak, nyilván vannak ennél sokkal nagyobb forgalmat lebonyolító kereszteződések is Debrecenben. Való igaz, hogy könnyíthet a Kiskörút befejező szakasza a belváros forgalmi terhelésén, ezért építjük. De ne felejts el, hogyha a Csemete utcán tovább megyünk, és megyünk a Dózsa-Györgyön a Nádor utca irányába, tehát ott szélesítési lehetőség nincs, ott egy dolgot lehet megfontolni, hiszen az a körútnak egyfajta tovább vitele északi irányba, vagy a körút útszakaszának nyomvonalának egy tovább vitele északi irányba, hogyha a jelenlegi zárt villamospályát, amelyet forgalom nem használhat, azt megnyitjuk. Ezt meg kell majd vizsgálni természetesen, nem tartom azt lehetetlennek. Nyilván a DKV ezzel kézzel lábbal ágál, mert ugye az egy kombinált működési modell, villamos és autó, tehát Budapesten számos ilyen közlekedési helyzet van, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen vizsgálat tárgyává kell tenni, de ott nincsen fejlesztési, nincsen szélesítési lehetőség. És az autósok mindig meg fogják találni a könnyebb megoldást. Hogyha mondjuk adott esetben az a döntés születik, hogy a villamospálya az marad csak villamosforgalom számára alkalmas, az egészen biztos, hogy továbbra is fenn fogja tartani a Bethlen utca Egyetem Sugárút terheltségét. És ez csak a jelenlegi helyzet. Tehát az, hogy mondjuk a következő években, vagy 10 év múlva, 15 év múlva ez a csomópont, meg ezek az útvonalak milyen terhelésnek lesznek kitéve, hát semmiképpen sem mondanám azt, hogy csökkenőnek. Valószínűleg föl kell arra készülni, hogy a forgalom intenzitás az tovább növekszik a következő években vagy évtizedekben. Ezért a Bethlen utcának a záró szakasza gyakorlatilag az Ibolya utcától lefelé, hogyha jól emlékszem, a Honvéd utcától, lefelé 2x2 sávosítása, szerintem az egy indokolt fejlesztés. Arról nem is beszélve, hogy ezt ugye a város támogatásból akarja megvalósítani, tehát az előzetes kötelezettségvállalásunk, ami a város költségvetésének a terhére megy most per pillanat, az ki fogja váltani a D20-30 2022-es támogatási kerete. Magyarul ennek a fedezete, ugye a 2022-es költségvetés már elfogadásra került.
A 2022-es központi költségvetés ITM fejezetében megtalálható a Debrecen 2030-22-es támogatási kerete, tehát ezt nem is városi forrásból, hanem központi költségvetési támogatásból szeretnénk megvalósítani, és nekem, én biztos vagyok abban, hogy ennek a területnek, ennek a útvonalnak a forgalmi terhelése nem fog csökkenni mondjuk 10 éves távlatban. Lehet, hogy a harmadik szakasz megnyitása után valamelyest igen, de hogyha nézzük a forgalom növekedésének dinamikáját, az autók számának a növekedését, akkor nyugodtan kalkulálhatunk azzal, hogy szükség van erre a fejlesztésre. Úgyhogy én magam ezt mindenképpen indokoltnak tartom. De ez az én véleményem, nyilván majd úgy döntenek, úgy szavaznak, ahogy lelkiismeretük diktálja. Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? Madarasi képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt polgármester közgyűlés. Én is úgy látom, mint Debrecen városában több gépjárművet üzemeltető vállalkozás vezetője. Több olyan szakaszunk van a városban, ami a forgalomtechnikai dologban eléggé nehézkes, és ez, én úgy érzem, hogy ez az a része. Főleg a Honvéd utcai kereszteződés, tehát a Honvéd Betlec utcai kereszteződés véletlen, amikor nem üzemel egy lámpa, az egy nagyon komoly forgalmi dugót tud okozni. A másik pedig lenn a Füredi úti kereszteződés, az Egyetem Sugár út Füredi úti kereszteződés forgalomszámlálás tekintetében az egyik legnagyobb, és ott nagyon, az egy elosztó is egyébként. Tehát az arra rávezetést is én támogatom, hogyha ezt meg tudjuk csinálni. Nekem inkább az a problémám, és tudom, hogy ez helyszűke, hogy ez megint zöld terület elvonásával fog járni. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy kitiltjuk a parkolást erről a területről. Az ott lakók, tehát hogyha ugye az a szándék, hogy megmaradjon a kétoldali parkolás, a szélesítés más pedig le nem tudunk elmenni, csak megint a zöld területről fogunk. Ez a aggályom egyébként, tudom, hogy nem lehet másképp megoldani, de ezzel kapcsolatosan tudunk ugyanolyan zöld felületet valahol létrehozni, akkor én ezt támogatnám. Mert az a legmelegebb olyan városrész, hogy paneles építkezés, nagy épületek vannak, azok a járdák, amelyek ott vannak, nagyon komoly hőmegtartó képességgel bírnak, és ez főleg most a kánikulában lehet ezt észrevenni. Ha erre oda tudunk figyelni, és ennek van valami olyan módja, hogy legalább a levegő minőségének megőrzéshez valamivel az ötrettel hozzá tudjunk járni, én akkor azt kérem, hogy a tervezéknél ezt valamilyen szinten ezt vegyék figyelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, hogy főosztályvezető úr szeretne Paca Gergely hozzászólni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Csak szeretném kiegészíteni, hogy egy kicsit a műszaki tartalomról szeretnék egy-két dolgot elmondani. Az Egyetem Sugárút esetében sávújraosztás történik, a burkolat megerősítése. Tehát úgy alakítunk ki plusz sávokat, hogy zöld területet nem fogunk elvenni. A Betlen utca esetében kerül egy minimális zöld terület elvételre, ott se a teljes sáv szélességében, mivel a meglévő forgalmi sávjaink jóval szélesebbek, mint amit a szabvány előír. A csomópontjainkat is, az összeset felülvizsgáljuk. A Füredi Egyetem Sugárút csomópontban jelenleg egyenes balra és egyenes jobbrából lesz egy egyenes balra, egy egyenes és egy jobbra sáv, mind a két irányba, ezzel is a kapacitás növelve. Továbbá két új jelzőlámpás kereszteződést is csinálunk, az Ibolya utcán és a Tali Kálmán utcán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilván utat szélesíteni, csak valaminek a rovására lehet. Tehát ott a Betlen utcának ezen a szakaszán ott egy kerékpárút fut. Ugye a kerékpárút és az út közötti zöld sáv egy részét fogja az útszélesítés igénybe venni. Tehát volt ilyen fájdalmas döntésünk, amikor a Bartók Béla Pesti utca kereszteződésében meg kellett hozni egy döntést. És ott nyilván fákat kellett kivágni, ott is a zöld sáv terhére lehetett megoldani a új csomópont kialakítását. De azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk reggeli meg délutáni csúcsban
egy másfél órán keresztül tartó időszakban ott állnak az autók és nyomják ki a benzingőzt magukból, ráadásul egy egészségügyi központ közelében, az valószínűleg inkább káros hatással bír az ott élőkre, vagy az ott tartózkodókra, mint hogyha a forgalmat képesek vagyunk normálisan gyorsan levezetni. Ebben az esetben a Bethlen utca esetében is erről van szó. Tehát itt gyakorlatilag a kerékpárút és az úttest közötti zöldsávot gyakorlatilag szinte senki nem használja, nem kifejezetten sétálásra alkalmas terület. Így, hogyha annak egy részét igénybe vesszük, és nagyobb kapacitással tudjuk levezetni a forgalmat, azt gondolom, hogy a környéken élők számára egy sokkal jobb életminőséget tudunk biztosítani. Tehát én ebben biztos vagyok. És a közlekedés intenzitásának növekedése, az pedig előbb-utóbb úgy is ki fogja kényszeríteni ezeket a beavatkozásokat. Az előterjesztést 26 igen szavazattal, a két momentumos képviselő tartózkodása mellett fogadta el a testület. Téma volt a Klajpeda utca is, amelynek felújítását pályázati támogatás igénybevételével végezni el az önkormányzat. Az előterjesztésből kiderül, hogy egy másik fontos közlekedés fejlesztési elem a nagyfelületi aszfaltozásnak van egy újabb fejlesztési lehetősége, amennyiben a közgyűlés a szükséges saját erőt biztosítja ehhez a fejlesztéshez. Amikor a pályázatot benyújtottuk, nyilván tudtuk, hogy ezzel kell kalkulálni. A körútnak egy olyan szakasz, amelyik azt hiszem az utolsó, amelyik nem volt az a közelmúltban felújítva, tehát ráfér a felújítás, ehhez kérem a tisztelt közgyűlés támogatását. Nyilván az is ismert mindenki előtt, hogy a város ezévi költségvetése az nagyon jelentős mértékben koncentrál a közlekedésfejlesztésre, pontosan azoknak a kihívásoknak akarunk elébe menni, amelyekről itt a közgyűlési vitában az előbbi előterjesztések kapcsán beszéltünk. Kötelező feladatunk az, hogy a város számos pontján részben önkormányzat, részben pedig állami források bevonásával jelentős útfejlesztéseket hajtsunk végre. És nem kis feladat egyébként ezeknek az ütemezése sem. Mert ugye előállhat adott esetben olyan helyzet, mint amilyen Budapesten, ugye az összenem hangolt közlekedésfejlesztéseknek köszönhetően. Alig lehet közlekedni a városban, és itt is próbáljuk úgy ütemezni a fejlesztéseket, hogy az egyik befejeztével, vagy egy-kettő befejeztével induljanak el újak. Most a Vágóhíd utca és a Balmazújvárosi úti nagykörforgalmaknak a műszaki átadás átvétele zárult le. Amíg lesz ezzel kapcsolatban egy sajtóeseményünk, ahol ugye ezek az utak formálisan is átadásra kerülnek, és augusztus elején pedig kezdődik egy másik nagy csomópontnak az építése, az a Nyíl utca, Hatházi út, Bemtér, Füredi úti kereszteződésnek a teljes átépítése, amely szintén rendkívül indokolt, az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító kereszteződés ráadásul villamospályával kombinálva. De ugye meg kellett várni, hogy az előző fejlesztések lezáruljanak, és hát ugye zajlik a kiskörút befejezése, ami nem zavar ugyan forgalmat, hiszen, illetve csak részben, mert ugye a Mester utca Csemete kereszteződését valamelyest érinti. És hát el fog indulni rövidesen, augusztus folyamán a Bethlen Egyetem sugárútnak a fejlesztése is. Tehát valamiféle ütemezettséget igyekszünk ebben is érvényre juttatni, de nyilván elsősorban útépítéseket a nyári időszakban lehet végezni. És hát következik rövidesen majd az említett Klajpeda utcai szakasznak is a felújítása, és emellett is zajlanak még egyéb nagyfelületű aszfaltozási munkálatok a városban. Úgyhogy azt megállapíthatjuk, hogy a város költségvetésének egyik fő prioritása a közlekedésfejlesztés, az megfelelő ütemben, megfelelő forrás háttérrel jól halad a városban. A határozati javaslatot egyhangulag támogatta a közgyűlés, akárcsak a házi orvosi és a házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Egyhangulag elfogadásra javasolja a határozati javaslatát. Zárójelben szeretném megjegyezni viszont, hogy a mentőszolgálat a bizottságülésen nem képviseltette magát. Köszönöm szépen.
Szilágyi Jánó alpolgármester asszony szeretné elmondani az álláspontját. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Mielőtt a kérdések és a hozzászólások szakaszába érünk, szeretném elmondani, hogy mi ennek az előterjesztésnek a háttere. Megkeresett minket hivatalos úton az Országos Mentőszolgálat, hiszen ahogy az előterjesztésben ezt részletesen taglaljuk, az önkormányzati kötelező feladatok között ugye az alapellátás keretében az ügyeleti rendszert az önkormányzatoknak kell biztosítani. Mi Debrecenben eddig ezt úgy oldottuk meg, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen a DAEFI keresztül biztosítottuk az ügyeleti ellátást. Ami egyébként az elmúlt időszakban azt kell mondanom, hogy nagyon magas színvonalon és kiválóan működött, és szeretném is megköszönni a DAEFI minden munkatársának, hogy segítette a debreceni lakosokat abban, hogy kiváló ügyeleti ellátásban részesüljenek. Viszont nem csak Debrecenből áll Hajdú-Bihar megye, hanem mi is egy település vagyunk Hajdú-Bihar megyén keresztül, és az OMSZ azt a feladatot kapta a belügyminisztériumtól, hogy segítsen az önkormányzatoknak abban, hogy az ügyeleti ellátást minél szakszerűbben tudják megoldani. Kistelepülési szinten erre tényleg szükség van. Tehát azt látjuk, hogy július 1 óta, mióta 18 településen átvette az OMSZ az ügyelet szervezését, azóta sokkal magas színvonalúban működik, azt kell mondjam önöknek. Nyilván Debrecenben ez egy más helyzet, mivel Debrecenben mi ezt önmagunk a saját ereinknél fogva, ugye egy nagy hatalmas klinikai ellátórendszerrel mi ezt meg tudjuk oldani, de a kis településeknek ez egy óriási segítség. Azzal, hogy elindítottuk ezt a mintaértékű programot, ami arról szól, hogy egy központi betegirányítási rendszeren keresztül ugye minden megyei beteg az 506-303-as telefonszámon érheti el az ügyeleti ellátást július 1-től. Mi is ebbe a programba csatlakozunk be, az egyetemmel közösen. Nyilván ez nem kérdés, hogy az egyetemmel közösen fogjuk biztosítani az ügyeleti ellátást, viszont az OMSZ-on keresztül. Annyi a változás, ami a debreceni betegeket fogja érinteni augusztus 1-től, hogy már a híradásokban látszik az, hogy a sürgőségi betegellátás az egy másik, a reumatológiai épületébe került át, és emellett lesz az OMSZ által biztosított ügyelet. Ami nagyon fontos, bemegy a beteg, gyakorlatilag egy triáspult lesz. Ez azt jelenti, hogy ott megnézik azt, hogy milyen állapotú, milyen súlyos egyébként, vagy milyen ellátásban kell, hogy részesüljön, és automatikusan vagy a sürgőségi ellátásra, vagy pedig, hogyha receptfelírás, vagy egyszerűbb dolgokra van szüksége, akkor nyilván a házi orvosi ügyeletre fogják irányítani. Ez azért nagyon fontos, mert Debrecenben fog létrejönni elsőként az az egykapus rendszer, ami egyébként Európában már nagyon népszerű, és azt gondolom az ügyeleti ellátás keretében ez az irány, amit követnünk kell mindannyiunknak. Tehát, hogyha ez az ellátási modell, ez az elkövetkező időszakban, ebben a pilotprojektben bebizonyosodik, hogy ez jól működik a házi orvosokkal közösen, és az OMSZ-al közösen, nyilván Debrecenben az egyetemmel közösen ezt megfelelően tudjuk működtetni, és jól tudjuk csinálni, akkor ez egy országos mintaértékű program lesz, és máshol is ugyanígy minden megyében meg fogja csinálni majd az Országos Mentőszolgálat. Kérem ehhez a támogatásukat. Ami majd a döntésünk után következik, majd nyilván az Országos Mentőszolgálat fogja vinni ennek a kommunikációját, ugye megfelelő csapattal rendelkeznek ehhez, ők fogják irányítani gyakorlatilag a kommunikációt is. Ahogy a döntést meghoztuk, onnantól kezdve tájékoztatni fogjuk erről a debreceni betegeket is. Köszönöm a kiegészítést, megtettem, és kérném azt, hogy támogassák a közgyűlés tagja ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Az összefoglaló következő részében szó lesz egyebek mellett a Debrecen sújtó komoly károkat okozó viharról, illetve a város által odaítélt ösztöndíjakról is.